nagy tisztelettel azt szeretném megkérdezni tőled, kedves mester, hogy a templom bővítésével és a szálláshelyek bővítésével kapcsolatosan mi szanga, miben tudunk segíteni? Köszönöm kedves kérdésedet. A szanga három úton tud segíteni, szellemileg, energetikailag és anyagilag. Aki a szellemi segítséget választja, és ez mindegyikünk lehetőségei közé tartozik, az velünk együtt gyakorol. Ez a gyakorlás már növeli azt a teret, azt a mezőt, amelyben a zen megvalósul, és így az utak megnyílnak. Aki energetikailag óhajt segítséget nyújtani, az érzelmileg, gondolatilag, beszédben teheti ezt, és tettekben is. Tehát, olyasféle helyzeteket és kapcsolatokat keresel, ahol segítséget vonzhatsz be, illetve adhatsz tovább a templomnak. A segítő tettek például azt is jelentik, hogy megjelensz a templomban, és egy fűnyírástól kezdve a gerenda faragásig terjedő munkával, a főzésen, a takarításon, át a templom működését segíted. Ez egyébként tőled egy órányi távolságra van, tehát nagyon közel van, de sokotoknak ez még új. Én ezt szeretném felajánlani, sőt kérni tőletek, hogy ez a tapasztalat legyen a ti részetek, és ezáltal a templom tovább bővüljön és épüljön. Miért? Mert a templom az nem falak gyűjteménye, a templom az mi vagyunk. A templom az a szangák gyűjteménye, az az embercsoport, akik együtt gyakorolnak. Az anyagi segítség pedig az a pénzadomány, vagy egyéb anyagi, természetbeni materiális hozzájárulás, amivel a szállásépületeket, épületeket, a nagy konyhát, a kiszentermet és a nagyzentermet fel fogjuk építeni. Egyben bízhattok, hogy ez a tevékenység nem marad abba, és ez egészen addig folytatódik, amíg a templom meg nem épül. Miért? Mert nem csak én, hanem mások is az életüket tették rá, hogy ez megvalósuljon. Szeptember 8-án lesz a 20 éves templomi szertartásunk. Ez egy egésznapos szertartás, buddha megvilágosodásával együtt, délelőtt 10-től 12-ig érdemben, utána ebéd és beszélgetés, illetve egy kis kultúra. A 20 év kezdetén, amikor elindult a projekt, engem ismerők megkérdeztek, kicsikét ilyen finom, szarkasztikus éllel, hogy szunim, tudjuk, hogy elkezdted ezt a templomot, és mi van, ha ez a te életedben nem valósul meg? És akkor erre azt találtam mondani, hogy ha ez így lesz, akkor úgy fogok meghalni, hogy egész életemben erre törekedtem. Úgyhogy ezt látom magam számára a legjobb életcélnak, választhattam volna mást is. De ez lett. Nézd meg azt, hogy a te élet céljaiddal ez hogyan tud harmonizálni. Ne váltsa föl, csak szegődjön mellé esetleg. Vállalj ebből annyi részt, amennyit szeretnél. Miért? Mert az, hogy kimondjuk, hogy a tudat által teremtett világot éljük, ez nem csak, hogy feljogosít, felhatalmaz arra, hogy te teremts, hanem kiderül, hogy rajtunk kívül ezt senki más nem fogja megcsinálni. Nincs köldög zsinór, Nincs ázsiai, láthatatlan, nagy kéz, hatalmas intézményes vagy egyéni támogató. Nincs ilyen. Mi vagyunk. Mi. Nem isa, nem púr és nem homú. Emberek. És hogyha mi összehozzuk és megcsináljuk, akkor ez minket fog szolgálni, és a ránk számító következő generációkat is. 78 generáción keresztül adódott át a tan Sákyamuni Buthától kezdve, Szungszenzen mester, szeretett tanítom volt a 78. pátriárka, a már szétágazó sok-sok vonalban. Mi vagyunk a 79. generáció. És hogyha megnézed, a darma nem hobbi. Nem egy kellemes időtöltés, Tudod kellemesen is csinálni, de ami szabadságot és világosságot a tudatod elnyerezáltal által, pont annyi felelősség van a válladon. És hogyha ezt a felelősséget te helyesen vállalod, akkor nem kibújsz, hogy hát akkor én többet nem jövök, úristen, itt fizetni kell. Nem. Nem. Az ok és okozat törvénye világos. Nem kell, csak lehet. És hogyha meglátod azt, hogy a mi felelősségünk az, hogy továbbadjuk a következő generációnak, akkor semmi más nem teszünk, mint legjobb tudásunk, lehetőségünk és tehetségünk szerint egy olyan darmát hagyunk hátra, és egy olyan karmát adjunk hátra, amely a következő generációnak is a felébredés felé megnyitja az utat, mert ők is szenvedni fognak, ők is kérdezni fognak, és ők is ki akarnak találni abból a dzsungelből, ami a személyes, páros, család és kollektív társadalmi karma. Ebben tudunk nekik segíteni azzal, hogy megépítjük a templomot magunknak, egymásnak, hogy gyakorolhassunk, ébredjünk, fejlődjünk és segítsünk. És az is segítségetekért. Hálás vagyok. Köszönöm.